Hello, sziasztok! Szevasztok, örülök mindenkinek ezen a szép napon, reggelen, délutánon, hiszitek vagy nem, de ez az utolsó videó. Nem itt a csatornán, hanem itt a házban, ugyanis valószínűleg, hogy ebből a házból többet videót nem fogok készíteni, ugyanis ez az utolsó nap, ugye, hogy itt vagyunk ebben a házban, holnaptól teljesen el fogunk költözni, és arra gondoltam, hogy ebbe a videóba egy pár dolgot fogunk csinálni, meg fogunk egy pár dologról beszélni, például ki fogjuk sorsolni az iPhone 6-osat, ugye, amire rettentő régóta vártatok, ezt a mai videóban meg fogjuk tenni, egyetlen, akit ki fogunk sorsolni, el is fogom mondani, megmutatni, hogy majd hogyan. Ezen kívül, még mielőtt elköltözünk innét, úgyis valószínűleg, hogy több időm most már nem lesz, mármint itt filmezni ebben a házban, körbe fogok járni, és meg fogom nektek még egyszer mutatni, ugyanis még mindig rettentő sokan kérdeztek, hogy mikor lesz ilyen, hogy mondják, ilyen ház bemutató, vagy ház túra, vagy room tour. Nem room, ez nem ugye szoba, de lesz, tehát ez az utolsó alkalom, ugye mindig szoktam mondani, hogy majd lesz, meg már úgyis láttátok, végül is már körbesétáltam házba rettentő sokszor. Mikor beköltöztünk, akkor is megmutattam nektek, hogy hogy néz ki, de utoljára még egyszer ezt meg szeretném tenni. Közben a Davis ebédel, csak így meg közben játszik is valamivel. A Lucas is itt van, hova mész? Na szervusz! Hello! Na mi helyzet, engem ide álltál? Ja! Nem más nevett a Lucas, mint mit ettél, ilyen hoddogot tehet a Lucas, én is nem sokára fogok ebédelni, csak éppen sülén, ilyen ízét fogok, mindenki mondják ezt a, várjál, inkább megmutatom, hogy mit fogok ebédelni. Ezt a csirkés rudat, meg melléje ezt a, olyan, mint a krumplis prósza, de nem krumplis prósza, hanem ilyen hash brown-nak hívják, mutatom milyen. Tehát, itt a sütő, nyitom, jön a gőz, valószínű, na most az micsoda, az most nem az enyém, az enyém az ott van benn mögötte, látod, az a kis pici valami, ez valószínű, hogy a feleségem, ő csinálja magának. Az se az enyém az a hátsó, ez az első feleségem. Na minden? Úgyhogy az az én ebédem, ami azt hiszem, hogy még nincsen kész. Tehát, mivel kezdjük? Azzal kezdjük, hogy sorsolni fogunk az iPhone 6-osat. Biztos, hogy rettentősebben ugye várthatok rá. A sorsolás az úgy fog történni, hogy egy valakit ki fog húzni. Tehát mindenki részt vesz a játékba, hogyha küldtél nekem valamiféle rajta rajzot, videót, zenét, táncot, akármit, részt fog venni a sorsolásba. És az elmúlt mennyi, 2-3 napban, ugye Lucas, azzal töltöttük az esténket, túl nagy a, nagy a fény, ott, kicsit sötét vagy, nem azért mert sötét vagy, hanem azért mert, ja. Azzal töltöttük az esténket, ilyen kis papírokra, most én voltam sötét, láttad, minden. Ilyen kicsi papírokra nem más csináltunk, mi neveket írogattunk, és nem minden, már mindenkinek a nevét kiírtuk, de nem a teljeset. Azért nem akartam kiírni a teljes nevedet, vagy a teljes YouTube csatornának a nevét, mert hát ha nem szeretnél ugye, hogy megtudják mi a teljes neved, ezért mutatom, hogy hogy írtuk ki. Ilyen nagyon pici kis papírokra, hogyha fókuszál. Tehát ő még nem a nyertes, még nem a nyertes, vagy vissza fogok rakni a többi közé. Csak megmutatom, hogy ilyen pici fecnikre kiírtunk mindenkit, rettentő sokat, hogy ne nyitsad ki őket, mert akkor látják, hogy ki kicsoda. Figyelj, mutatom. Van egy ez, papír, nincs. Oda, arra, vissza, ez itt mindenki benne van. Látod, és ebből egyetlen egy valakit ki fogok húzni, hogy kicsodát, ugye azt még nem tudom, de a teljes nevet nem akartuk kiírni, ugye nehogy véletlen veszekedés legyen belőle. Azért vesz részben mindenkit, mondtam, miért vesz be részt mindenki, ugye? Azért, mert ugye az 5 éves kisgyerek nem tudja szépet rajzolni, mondjuk az 55 éves nagy gyerek. Ezért gondoltuk, hogy mindenki részt vesz ugye a sorsolásba, mindenkinek megadjuk az esélyt. A telefont, hol a telefon? Itt a telefon. Ja, el fogjuk küldeni, valószínűleg jövő héten. Kicsit össze van törve, nem tölt rendesen, ugye ezt már mondtam az elmúlt videóban. Az én nem a tiéd. A Lucasnek, ami van telefonja, és többen mondták, hogy a Lucas kapja meg a telefont, a Lucasnek van telefonja. Team Davis, Lucas! A Davisnek van ilyen nem működő rendes telefonja, tehát azért a Lucasnek kell ez a telefon? Nem kell ez a telefon. Már megbeszéltük, dehogy kell, már megbeszéltük, hogy nem kell neked ez a telefon, beszélsz butaságot. Most meg majd mindenki azt mondja, hogy de Lucasnek kellett az a telefon, nem kellett neki ez a telefon, megbeszéltük. Van neki telefonja. De és nem is van eltörve. Nincsen eltörve, ez sajnos el van törve, de ahogy mondtam, el fogom küldeni. Ja. És annyit kell majd csinálnod, hogy kell venned egy ilyen dugaszt. Tehát a töltőt nem küldöm hozzá, ugyanis a töltő ilyen ausztrál töltő, tehát semmit nem fogsz le tudni csinálni. A töltő szerintem nem túl drága, tehát bárkit lehet majd használni. Na miért? Ne húzzuk tovább az időt, ide húzok mindenkit. Nem tudom, hogy magamat filmezzem, vagy ezeket a fesztiket filmezzem. Én azt mondom, hogy magamat, mert hogyha kiemelem, nem? Ha kiemelem magamat, akkor így lehet majd látni. Na várjál. Úgyhogy ide húzok mindenkit, addig megállítom a kamerát.
De addig ne húzzam, mert véletlen valaki leesik, akkor nem vesz részt játékba. Én tudom húzni. Amúgy, én húzom. Amúgy, de ide húzzuk, várjál. Amit akartam mondani, kaptunk sokat, hogy láttátok, sok ilyen festit, már nem festit, csak ugye, ilyen embert, aki részt akart venni a játékba, de annyit képzeld el, nem, mint mikor képeslapot sorsolod, és csak annyit kell csinálnod, hogy írsz valami kommentet, lájkolod a videót, ugye fel vagy iratkozva, és ennyi. Akkor közel 1000 darab komment van, ugye, aki részt szeretne venni a játékba. Ez a sok papír feszni, itten ugye ez azért nincs 1000 darab, tehát nem annyian akartak részt venni ebbe a játékba, hogy akarták megnyerni ezt az iPhone-t, mint mondjuk egy képeslapot. Nem tudom, hogy miért, lehet, hogy azért meg kellett rajzolni, vagy videózni, és ugye nem akarták. Na minden, csak gondoltam, hogy megosztam, mert gondoltam, hogy megosztam. Úgyhogy húzom már, mint ide, látod a papír fesznit, hol van? Itt van, ide húzom középre. Várjál, még megállítjuk a kamerát. A Lukács, kinyitottam megint valakit. Összecsukunk mindenkit, hogy ne legyen benn veszekedés. Becsukom a szememet, vagy betakarom, azt egy valakit kihúzunk. Úgyhogy várjál. Mutatom neked. Ide, látod? Itt van mindenki ebbe a papírfesznibe, mármint a nevek ugye. És nem más fogok csinálni, mint őrbe keverem, és egy valakit ki fogok belőle húzni. Hogyha véletlen nem nyertél, nem kell elkeseredni, mert majd lesz még ilyen játék, amint ezt az új iPhone 10-esemet véletlenül összetöröm, vagy úgy döntöm, hogy lecserélem, biztos, hogy ezt is ki fogom sorsolni. Hogy az mikor lesz, nem tudom, reméljük, hogy nem túl hamar, de majd azt is ki fogjuk sorsolni, tehát lesz majd ilyen telefonos játék sorsolás közel. De reméljük, hogy nem a közeljövőben, de majd lesz. Meg ezentúl is lesz ugye majd képeslapos hasonló dolgok, ugye volt, hogy ilyen okos órát sorsoltam ki, nem tudom, ki emlékszik rá, meg ki nem. Úgyhogy, na minden, mindig mondom, hogy úgyhogy. Becsukom a szememet, vagy betakarom, vagy hogy csinálj, vagy inkább nem nézek oda, nem? Az egyszerű. Úgyhogy, mit? Na várjál, lejött közbe a Davis, látod? Majd mindjárt ugrálunk az ágyon, csak valakit kihúzunk, jó? Kisorsulunk valakit, és utána megyünk majd ugrálni. Meg közben lehet, hogy meg is evédelünk. Tehát, a bal kezemmel, ez a bal kezem, keverem, és egyetlen egy valakit mindjárt kihúzunk. Mit csinálsz, nyuszit? Ő is benne akar lenni itt a kamerába. Keverem. Tehát a szerencsés nyertes nem más, mint itt a papír feszni. Nyitom, te is mászol. Várjál, figyeld. Ki a szerencsés nyertes? Te akarod felolvasni, vagy én olvassam fel? Azt hiszem, fejjel lefelé van. A szerencsés nyertes, de várjál, azt mondom, fel kell olvasni, hogy ne vidd a papír sehova. A szerencsés nyertes nem más, mint egy lány. Legalábbis a neve az egy lány, úgyhogy lányok. A fiúk sajnos most már kiestek. Te is húztál valakit? Ja, de most az már nem nyert semmit se. A neve pedig nem más, mint Há Zita. Mutatom neked. Zita, neked gratulálni szeretnék. És látod a nevedet? Lehet, hogy nem fókuszál rendesen a kamera. Tehát ahogy mondtam, a rendes nevet nem írtam be. E-mailbe fogok neked írni, ilyen másban nem tudok, vagy pedig a YouTube-ban, hogyha YouTube videót készítettél, de hogyha én jól emlékszem, azt mondom, hogy ez egy rajz volt, ugyanis az e-mail címre, ilyen Zitás e-mail címre emlékszek. Azért emlékszek, ugyanis volt egy Zita nevezetű, képzeld el, osztálytársam az általános iskolába, és erre nagyjából emlékszek, ha jól mondtam. Mit csinálsz? Nem most már megkeverheted. Tehát e-mailre fogok neked üzenni, és arra kérlek meg, hogy majd írjad meg az e-mail címed, a rendes címed, ugye, hogy hova tudom küldeni. Még egyszer gratulálni szeretnék neked, remélem, hogy fogod tudni használni ezt a telefont, és működni fog ugye rendesen. Ahogy mondtam, semmi más nem kell tenned, mint egy töltőt vásárolni hozzád. Fel fogom tölteni a telefont, úgy fogom elküldeni az eredeti dobozában. Amit még fogok benne küldeni, valószínűleg egy képeslapot, amit alá is fogok írni, ugyanis többen kértétek. Hogyha ingyenek, akkor légy szíves, írjad alá, mármint nem a telefont, hanem a képeslapot. Alá fogom írni, lehet, hogy egy kulcstartót is rakok még bele. Mit csinálsz, te is húzol valakit? Majd legközelebb. Úgyhogy nem kell elkeseredni, lesz még ilyen játék, és a rajzot amúgy már megmutatom, vagy a videót, ahogy mondtam, én úgy emlékszem, hogy a rajzot készített Zita, meg fogom mutatni itt a videóban, amit ki fogom keresni, de most nem más fogok csinálni, mint elmegyek, hogy gyorsan megevédelek, aztán lesz ilyen ház bemutató. Nuszi, te mit csinálsz? Te is húztál valakit? Te kit húztál? Ő a B. Noel-t húzta ki, sajnos a B. Noel nem nyert semmit, a Davis őt téged húzott ki. Úgyhogy ne kevergeted össze-vissza, olyan szemetes lesz itt minden. Na, megyünk ebédelni, neked pedig még egyszer gratulálni szeretnék, és e-mailbe fogok üzenni. Tehát mire ezt a videót látod, valószínűleg addigra már megkaptad az e-mailet, hogyha mégsem, akkor nézed meg a
a junk e-mailt, ugye, hogyha véletlenül olyan helyre megy, de ha pár napon belül Zita nem ír vissza, még egy héten belül, akkor írok majd még egyet, és hogyha mégse írna vissza, akkor újra sorsoljuk a telefont. Bár biztos, hogy fog visszaérni, mert írok meg. Na minden, hogyha meg ebédelek, még egyszer gratulálok neked, Zita. Ebéd még sül, azt mondta a felségem, hogy még kell sülni, ott a sülnivalónak. Ugye még gyorsan bemutatom a házat. Ugye, hogyha nem láttam, biztos, hogy láttátok, de lehet, hogy nem emlékeztek rá, úgyhogy azért gondoltam, megmutatom. Ez volt a sarkam, ahogy mondtam. Ez itt a bejárat, ugye ez a bejárati ajtónk. Sok minden most már nincs itt a házban. Tehát, hogyha bejövünk, akkor bejövünk a nappaliba, ahol egy kicsit rendetlenség van megint, bár nincs olyan túl sok cuccunk, ugye, mert már sok mindent elvittünk. Itt szoktunk tévét nézni, ugye esténként ide leülünk az ágyra, és nézzük ott azt a tévét, mert másik nincsen. Ott szoktunk enni, mert még mindjárt most is ott teszek, hogy bejövünk. Itt szoktam szerkeszteni a videókat, meg internetezni, meg hasonlókat. Kép a Hello, Szia, Szevasztos, ugye onnét elment. Innét is egy pár ruha maradt még, tehát sok minden elment, ott a szekrény, amit nagyon nem szoktam ugye használni. Ha hátra megyünk, ott hátul szokott lenni, ugye ez a PlayStation-es tévé, meg szóva, ami itten kiürült, egy-két játék van, ahogy látjátok. A falról a Grand Theft Auto eltűnt, ugye az a szép nagy kép, ami itt volt egy ablak, amit sosem nyitottunk ki, mert itt volt a tévé. Látod, ezt is meg kell takarítani. Aztán itt szokott állni a jetski, ami megint csak ugye már nincs itt. És aztán vannak sok szép ugye emlékek, ami ott az a ház, ahol régen laktunk, látod, abba. Van sok szép emlék, főleg ezek a jetskisek, mikor mentünk meg, jöttünk. Na minden, aztán mutatom a konyhát, nem mutatom, azt mondták, nem mutathatom, de ott a konyha, ugyanis ott van egy kis felfordulás, ott szoktunk főzni, meg ugye mármint én nem szoktam főzni, mert nem tudok főzni, de meg hasonlóak, de már láttátok a konyhát, aztán jövök ide hátulra, tehát ott volt a bejárat, látod, ott volt a tévé, ott ültünk, közben az ebédem megérkezett. Ha ide jövünk hátra, ott a bilis, ahol a Davis szokott bilizni, meg még mindig. A WC egy ilyen kézmosó, biztos, hogy láttátok, aztán itt van a, hogy hívják, mosókonyának, ugye itt a mosógép, a szárító, meg a másik szárító, aztán jövünk tovább, itt volt egy szekrény, ha innen eljövünk hátulra, itt van az egyik fürdőszoba, amit a Lucas szokott használni, meg a Davis, ugye a fürdőkádban ott szokott pancsolni a Davis, egy ilyen mosó, aztán ide, ha átmegyünk, be tudunk menni a Lucasnek a szobájába, vagy vissza kijövünk, és innét megyünk be a Lucas szobájába, ahol az ágy eltűnt, másik a matrac van meg, semmi más, egy kicsit üres, Davisnek a szobája, ugyanis ez már üres, ahogy látjátok, innét kiment az összes játék, rettentő sok játék volt, amit képzeld el, mind ott van az új házban, te annyi doboz meg, szatyor játék, hogy alig fért el, ha meglátjátok. Ahogy mondtam, az a ház egy kicsit kisebb, aztán megyünk hátulra, várjál, vissza, ide, látod ide a bejáratot, már kifordítom a kanált, tehát ha itt bejöttünk, ugye ki lehet menni az udvarra nem megyek ki, ugyanis az udvarról, ugye jártunk már az udvaron, láttátok szerintem, meg nem olyan túl nagy ez a hátsó rész, az első rész az meg, ahol van a garázs, tehát hogy ide eljövünk, ez volt a mi szobánk a feleségemmel, meg a Davis-szel. Mi a helyzet? Mit csináltok? Te! Csak hülyeskednek. Sok-sok játék mindenhol. Aztán megyünk tovább. Ugye itt eltűnt már az a... minek hívják ott az ágy mellett azt a kis szekrény. Az ott nem mi voltunk, ugye olyan, mintha lenne pislantva vagy valami. Az olyan volt, hogy beázott kellett ide költöztünk, és a vízta olyan lett az a film, csak az a függöny, egy pár függöny. Itt megyünk tovább. Itt van a... ahol voltak a ruháink, bár a ruháink még mindig itt vannak, ilyen szekrény, látod, hogy be lehet jönni, aztán átmegyünk a szekrényen, akkor itt van ez a fürdő, ez volt a mi fürdőnk, már még mindig az, ahol ott a WC, ott a zuhanyzó, a fürdőkád, ami most már tele van dobozzal, itt még mindig ugye el kell egy kicsit pakolni, és ennyi. Úgyhogy ez volt a házunk, amúgy nem volt olyan túl rossz itt lakni, volt egy pár dolog, ugye, amit nem szeretünk benne, és úgy döntöttünk, hogy megyünk tovább! A Lucas ugyanabban az iskolába fog visszamenni, ugyanis a Lucas nem változtat iskolát, még mindent kérdezitek, hogy a Lucas megint ugye nem változtat iskolát, meg hogy a gyerekeknek nem tesz jót ez a költözés, szerintem élvezik a gyerekek a költözést. Ugye fő mindig az újdonság, hogy újítunk mindig valamit, bár a következő helyről, ha úgy van, nem hiszem, hogy elfogunk, vagy nem az, hogy elfogunk, hanem remélem, hogy nem fogunk elköltözni. Tehát az a ház eddig minden eddig mindenben majdnem úgy megfelel, majd meglátjátok. És
majd megmutatom nektek, valószínűleg a következő videóban, akkor rendesen elpakoltunk. Egy kicsit elmegyek őszi szünetre, vagy tavasz szünetre ugye nálatok, hogy mennyi időre nem tudom, ugyanis mostanában pakolgatni fogunk az internet, egész pontos nem tudom, hogy fog ugye lenni, hogy lesz bekötve, ha minden igaz, honlapra be lesz kötve, de azt mondták, hogy lehet, hogy kell vezetékelni, meg nem vezetékelni, közben egy csapkodják az ajtókat a gyerekek. Úgyhogy lehet, hogy egy kis időre nem lesznek videók, lehet, hogy jövő szombaton nem lesz videó, ez a Davis bejött, de amint ugye helyre pakoltunk mindent, valószínűleg vissza minden a régibe, tehát egy kis őszi szünet, majd tavaszi, ahogy mondtam nektek. Úgyhogy mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, ugye attól függ, hogy mikor nézitek, vagy szoktam mondani. Sziasztok!